Ez itt a Vasta TV és a Kötél Remix Official Music Video forgatása. Ki a faszom van ebben a nótában, mert benne? AK26, tehát Farkasok néven, Péterük, Esen Tamással, Bírszivókkal és Fura Csabával. És most kezdjük el ezt a forgatást. Röpke egy óra csúszással, mint ahogy mindig is szokott lenni. Aztán megyünk ki egy külön helyszínre. Kérem a srácokat a Vasta TV-nek, valami normálisat nyilatkozzatok. Tehát olyan, hát olyat nem lehet. Ami vállalható a televízióban. Vegyétek a bírszilemezeket. Kell a pénz. Nyilatkozó a Vasta TV-nek. De vesz is hozzá. Ide. Vasta TV. Mi a téma? Mi a téma, bazdmeg? Itt vagyunk Budapesten, klipet forgatunk. Mr. Vasta, jelen Farkasok. Farkasok videoklip lesz, nagyon hangulatban telik a forgatás. Gyönyörű helyszín a háttérben. És így körülbelül ennyit mondanék el erről a dologról. A hírót az meg se kérdezik. Híró már nem beszél. Híró az nem beszél a múlt riportról. Fogva. 100 világosító van, 8 operatőr. Nagyba toljuk egy szóval. Na be! Vasta TV-nek légy szíves, mondják egy 2-3 szót. Forgatjuk a Kötél Remix videót. Mégis mondom, senki nem mondta el, nagyon jó lett a klip, itt gogódulakat szerelik fel a fiúk, mindenki táncolni akar. Én is jól nézek ki, most nem tudom mennyit fogytam, nem tudom, látszik egy a fekete slankit, de jó is. Úgyhogy nem tudom, készülünk a klipre, mindenki napszemüvegben van, csak az én szememet világítja ki a vakú, nem tudom. Nyitni fog a bolt, RTM, garázs, illetve fémez, illetve bírszívó bolt lesz, egy nagyon helyes pultos lesz benne, egy nagyon jó boltos csávó, majd nézzétek meg, gyertek be. Baszta Zsolti alkalmazásában nagyon korrekt a pali, úgyhogy gyertek ki visszaadni, mindenféle képen, gyertek be a boltba, baszni. Gyertek, hát jeljenek a boltba, igaz? Most éppen amúgy csak elég, hogyha hangomat hallani, mert annyit látok úgyis. Vegyük őket, két nagyon színvadó fiatalember. Egyre rosszabb számokat csinálnak, aztán mondtam nekik, hogy szálljanak már be. Egyébként hát a videóklip érdekes, hogy az ő ötletük volt, illetve nem a klip, hanem a dal. Ezt elmondhatom, ugye? Persze. Vállalható, hogy annyira egész tetszett nekik ez a nóta, legalábbis azt mondta nekem a magyi telefonban, de lehet, hogy be volt. Nem tudom, mit csinálva. Be voltam lelkesülve. Be volt baba hittem. Akkor pont a Tiéd a Szívem 2-t forgattuk, ott volt egyébként te is. És azt mondta, hogy csináljunk már egy ilyen remixet, hogy belereppeljenek. És akkor mondom, hogy hívom a többieket. A felállásban nagyon jók vagyunk, mondom, itt van az alkám, meg a Farkasok alakul, akkor mondom, nyomjuk már bele ezt a dolgot. Azt belenyomtuk. És nagyon nagy nóta lett egyébként. A port fog kavarni, de... Tudom, mit jelentenek a kézzelek, amúgy képzeljétek el. Én nem tenném ezt bele képileg, csak világítani. Hogy elvenlőjük meg. Sziasztok, én a Fura Csabi vagyok, ez meg a Vasta TV. De honnan? A kávából? A kávából. Hogy fogod ezt megmagyarázni ott az undergroundosoknak, hogy te itt vagy már megint? Hát majd nem mondok sem. Leszerződött a Pumával. Mikortól lesz kapható a póló? Mert látom, már nem vagy képbe. Jövő héttől kapható a póló. Mennyibe fog kerülni? 3500. Szinte ajándék. Itt a testvérem, gyere egy kicsit. Igen, de szerintem kicsit meg kell felvédni. Mert ez nem fotó, csak szólok te. Belejöttük a... Jó, leszem ápolva. Pinganér! Kicsit emeljük meg. Most már később. Meg van tiltva az ivászat. Azért itt a már, köszönöm. És a rendező a Mária a rúgót, hogy ezt a Vasta TV nézőjének egészségére. A háttér helyen fura! Hé, uram, mit csinál? Azért nem tudod cint az baszomat. Baszom az állapába, fura! Földimmel, fura Csabival. Egészséget a testkér. A világéletes alakkal tudsz elállni. Mesterek, adjál nekem is. Csirke jó kis lesz, ha még kedvem a jövőre, azt a darabokat teszek a bőrödbe. Nem ötvönöm, de én húznak köpene. Húzni gyerekem fest a bőrödbe. Szeretem az éget, húzzak át. Majd a felé is hozzám, akkor húzzan át. Mert én elég lövök neki súlya. A faszonnak felezek húzva. Faszom használnak már a kurva. Ti vagytok, akiknek minden baj. Hát csinálom magadnak az én utam. Engem nem is senki a vására. Majd én töltök a telefonkártyádra. Hogy fel tudja venni, hogy meg a gyeget. Szeretem. Yeah, man.
érdekes kérdés. Akkor mi a faszért vagyunk fekete cipőben, fekete nadrágban? A másik helyszínen tele leszünk te olyan képekkel. Itt nem lesz. Ki volt az érzelem? Hát oda meg másik szerint. És ezért ne engem okoljatok, hanem ezt a faszt. És akkor mit mondanak? Mert én vagyok idegesítve állandóan, hogy én beszélek így. Akkor most erről kitelt, ne menjen el a baszta tévébe, mondja el! De mi? Az, hogy mi a faszért nem vagyunk véve egész alakba. Mert belelóg minden. A Matyi egész nap ezért öltözködik el. Egész nap baszta. Kozmetikusnál volt, ki van festve. Igen. Szoláriumban voltam. Jó, akkor veszünk lábközeléket. Kam, tudod azt, hogy akkor veszünk lábközeléket. Jó, köszi. Alkoholisták vagyok körül, jó? Csirke. A Tomi az már megitta, csak azt mondta, nem iszik kamerák előtt. Kecskerészek! Egy ugyanúgy utána meg én egy sukkot? Az nem esetleg sose egy sukkot. LTM garázs testrészem. Ott ledöntsen a festményhoz. Züveget is egyen meg, úgy szokta. Jó, utána meg üljél bele. Az nekem kör. Nem volt az alján. Köszönjük, kurva, jól esett, olvasod. Lennek emberek, hagytok meg arra, mióta ne gyere! Melyik a sotik, hogy a Az négy sajtos edd meg. Jól tálom. Hallgatom? Bassz a tévé, back. Ez mi? Ez mi? Nem négy sajt, mi az, amit összehallom. Kajánlás. Jó, az a legjobb. Az a legjobb. Ez mi? Ez kukoricás. Melyik közben más is? Bomba is van rajta. Ez 50-es kukos. És mi? Érzed a lehetetemből? Ez 17 fok. Dolgozni fogunk ma? Nem? Nem, nem. Jó van. Mit jelentek? Folytatom ezt a tendenciát. Jó van, eljöttünk a jelenik. Ja, most már kéne, nem? Van, amit közöljetek be. Főnök úr! Na, hogy illetve magam a faszunkba. Meg vagyok. Meg vagyok, nem? Ha ma megvan, igen, akkor már mehetünk tovább? Akkor kihúzzuk azt a 5 percet, nem? De baszki össze magad, tégy szíves, hogy meleg is fel a kajába. Ez hideg, nem? Kurva. Amúgy azt elmesélni, hogy a szám Kingnek szól konkrétan, hogy azért legyen tisztában dolgokkal szerintem, hogy a Bergben. Esetleg valaki nem értem, hogy van egy-két olyan... Nem vagyok hajlandó magyarázkodni. Nagyon helyes. Sosem magyarázkodtam. Nem is fog. Valaki nem ért, hogy csapjon felé értelmiségi kész volt. Nem, ez a testrészt, azért van. Én... Azért mégis... Mert mi értelmiségi emberek vagyunk, érted? Persze, hát ez enyém. Nem, mert sok járítja a napot. Tudják, hogy parasztok vagyunk. Nem megyek, veszek egy értelmiségi kész. Kicsit jobban kapardan, ugye? Az úgy kapni magad. Én olyan 70-75 fokig simán iszom a rövidet amúgy. Pesmény? Nincs. Hát itt kapádban nekem is van megy 50. Pesmény? Ti így értelmiségiek. Mit mondanátok erre a nótáról, hogy tízes listán hány? Hát én ezt úgy hallottam, hogy a... Igen? A VB látottak pontosabban az olasz és angol végeredményeire. Fent írta meg ezt a Zsolt. És maguk is, ugye? Nincs a tévé, mert csak tudjuk nézni klip forradás helyett. Kurvára hozatnék egy csomag szotjit, azt megnézzék a meccset. És mi lenne, hogy csinálnánk? Például, csak ez nem kérdem. Egy meccset? Hát nem. Minden csinálnak egy meccset. Csinálnak egy meccset, így van. Tehát egy ilyen picit töltesz nekem egy 2 centest? Tehát az 2 deci, ugye 2 deci? Nem, ott a párinkás, vagy 2 centest, tényleg kicsit. 3 percem alatt kosó. Szerintem elkezdődnek. Ez olyan 60, 55-60, most már felrúgott. Ez kemény, akkor én ezt megiszom, és akkor kicsit adjál. Ennyi? Öncsöt ennek nyugodtan. Most már nem iszom meg, azért mondom, hogy kicsit adjál. Ez jó, mondom, hogy egy cigit. Ha jó, még egy bagó, aztán nyomjuk tényleg, mert sehol nem vagyunk. Faszom a szádatának úgy bár. Mondod, igen, ez a kulcsmondata a nótának ez a sor. Na, akkor rá van nyomva. A faszomra fel lesz a húzva! Azaz! Azt tudom. De miért kell megbaszni a pálma kurvának a hátsó fejtáját, ugye? Hát ott milyen érdekes pszichológia. Miért hátulról éleszünk be a pálmát? Nem tudod oda tenni az ízre, megmagyarázod valamivel és ízlik. Mi? Ja.
Hogy beletettem? Hát mondtam, hogy értelmiség. Hogy beletettem? Mondtam, hogy értelmiség. Ha megyünk fel, csúrnám csak a főnök. Például a pálinkó, ugye? Tehát, hogy mondjuk... De az lője be, az nem olyan jó. Ez sima. Csumákos tróf. Hát te is egy tankilivel, csuniza. Holott málna. Úgy van, tök mindegy. Na? Ó, ott van. Megkarmolja már nyelőcsövet, ugye? Hát ez neked már nem karmol, szerintem. Hát ez neked nem karmol. Hát neked nem karmol. Magán? Mi az, bazd meg, az egész száj üregem izzik, bazd meg. Komor az. Lenni jó feltétlenül, hogy nem. Na ezért mondják, hogy háborúban legtöbbet, ha izé ér a pálinka, meg a só. De nem tudsz, hogy... Mert a Rambó is ezt csinálta. Fölmelegített a tört. Kivágta magát, érted? És nem a magyar pálinkával felvezetett. Azt a pálinkát is vezet az ember. Nem vezet, ott a sofőröm. Ki? Oliver vezet haza, nem én. Oliver vezette, mi? Még mondjál miért a Baszta TV-be. Kivágjátok be az nem lehet mondani ezt, hogy nem lehet vágni, nem nincs ilyen jó. Jó? Egybe levegy mindent, tudod? Pörül vissza a kazettát. Na, csinálj már meg a szüket. Fúgeci, leültem nagyon. Nem lehet oda tolni ezt a kanapét? Lecsúrnod az egész, jó van? Büszkék vagy magára. Jó, bazd meg. Amúgy az még desztre. Ki jött a taknyom? És mi legyen tőjé belőle? Az mi? Mi az? Ez az egy. Domlói? Szerintem Ádámnak a szállítani. Jajon szívesen mondjuk. A picsátokon ott van még a kurva tojás, hey! Hey! Álló faszom, megyek el a drága anyád, hey! Van itt minden páva, szvek, emu meg a jóló, de faszotok az nincsen, mert mindegyik egy lotyó. A picsátokon ott van még a kurva tojás, hey! Hey! Álló faszom, megyek el a drága anyád, hey! Van itt minden páva, szvek, emu meg a jóló, de faszotok az nincsen, mert mindegyik egy gocsó. Itt van a Dagad Benyó, a Fröccsös Tobi, a Tütüs Csabik, a Flemós Ádi, a Kokszos Miki, és folynak a munkálatok, még pedig a Kötél Remix munkálatai. Amibe, ja ide bátyja, légy szíves. Én vagyok bátyja. Flemons Ádi. Sziasztok. Itt vagyunk, a legenda vagyok, forgatásunknak a helyszínén. Nagyon komoly. És miután legendák lettünk, úgy gondoltuk, hogy fordultunk még egyet. És hát egy alapból opusz szintű Kötél Remix dalra forogott egy, hát majd a később ilyen világsikerré formálódott klip, ami úgy gondolom, hogy 74 millió és 158 millió között lesz majd valahol a YouTube-on. Hát Flemons Ádi. Ez teljesen így van. Hát valahol a most egy lefedettség és technológia felmérései alapján ide tudnánk valahol ezt belőni. A Tütös Csabi, aki csinálja a következő videóklipet, illetve a Dagad Benyó és a Kokszos Csiri, aki a kamerák között van. Úgyhogy azt mondom, hogy jó kezekben van az anyag. Jó lesz, bátya, nem? Teljesen jó lesz. Nagyon várjuk már, hogy elkészüljön. Nagyon komoly anyagot fogtok kapni. Reméljük, hogy ti is várjátok a videót. Igen, és hogyha már itt vagyunk a kamerák előtt, és nem látok még a Zsolt, akkor mondjuk el, hogy a Garázspontos Ox termékeket a következő oldalat figyeljük lenne, illetve még kit szólaltassunk meg például. A Tütüs Csabi, hívja ide. Tütüs Csabi dolgozik, a másik Tütüs. Tütüs Csabi! Az iszik, az iszik! Tütüs Csabi, hogy jöjjön? Pillanat. Tütüs Csabi, azaz Fura Puma, most megszólaltatjuk a Garázs Produkcióz szószlopos tagját, Puma Furát. Az lenne a kérdésem, hogy miként éljük meg ezt a hát majd később jön egy világsikerű a Monzsánt ütet. Klip forgatását. Én nem is számítottam, hogy itt ekkora hatalmas buli lesz, hogy összeöknél dolgot, amit nem is biztos, hogy használunk. Közben mutatnám a kedves nézőknek, hogy azon kell majd állni. Tehát itt nem esik az eső, ugye mutassuk meg a kamerával? Ugye itt nem esik, na most ott igen, tehát mindenki pedig ott fogunk állni. Tehát, hogy mindenki azt hiszi, hogy nekünk milyen egyszerű az életünk, ugye? Hát nem az. Nem az. Hiába van ilyen kurva jó pólom, amit egyébként meg tudtok majd vásárolni, én ott meg fogok ázni. Tehát nekem nem olyan jó, mint hiszitek.
Úgyhogy... Köszönjük szépen a Lötyi Csabinak. Itt a... Azt hiszem, hogy egyre kevesebben vagyunk. Nem várjuk, mit szólsz? Egyre kevesebben vagyunk. Lehet, hogy elkezdték leforgatni, és már készítsük. Jó, Goxos Mikit láthatjátok ott a túloldalon. Goxos Miki, visz! Gyere csak ide! Goxos Miki! Be van párjukázva. Szeretném üdvözölni a körünkben Goxos Mikit. A klánnak az egyik való. Persze, nyugod. Ezt szerelmem levő tag hívtam. Igen, igen. Nem tudom, azt ki lehet. Jó. Goxos Miki, mert gyors volt. Az biztos, hogy fontosabb, mint mi, illetve ti. Mert egy Goxos Miki elment. Jó. Szerelmem nevű taggal beszél. Hát addig nem tudom, mondj valamit. Nyáron kettően első videótép is fogja lenni, lesz a fejeteket. Próbálok. Nem annyira informatív lenni, de azért valamit bebújtatni. Július, ha minden jól megy, akkor július végére szeretném megjelentetni a következő esemi dolgokat, ami, hogy, hát hogy is definiáljam, tulajdonképpen a 174 millió és 380 millió közti views-ot próbálom behatárolni, hogy tudjátok, hogy el kell számítani. Kapufóniáról pörög még mindig. Lötyös Csabi. Tessék ide nézni. G. Gabriel a G Unit formációból. És megjött Miki. Gyohás Gabi, a.k.a. G. Gabriel, pedig Koxos Miki. Sziasztok. Miki, beszélj az előző telefonhívásról. Szerelmem. Az ki? Asszonyi volt igazából. Hát erre mi nem is gondoltunk, ugye? De szerencsére itt van Miki. Nekem a Fröccsös Tamást adták még, amikor be kellett kerülni a klámba, és akkor azt mondták, hogy legyen ez. Én nem jutott köszönöm, mert 6 éve ugye hívnak az éjszakából, és rendületlenül megremeg a minden lábam, amikor ezt meghallják. Köztünk csak Fröcsi, de ti úgy nem így vagyjátok, mert csak az üvegével személyen. Erre azért vigyázzatok, mert ez nem úgy megy, jó? Vigyázzatok. Fröcsi. Úgyhogy úgy gondolom, hogy így, hogy lassan mutattuk a klánt, ismételném akkor Koxos Jimmy, Dagad Benyó, Tüti Csabi 2, Koxos Miki, Gyohádi. Bocsánat. Flemo Ádi. Gyoha Zsola. Gyoha Zsola. Úgy gondolom, ez nem ilyen vicces. Gyoha Zsola. Gabi G, aki a Gabi G. Illetve... mit kell még tudni? Annyian vagyunk, hogy nem tudjuk már. Más nevét. A faszom ki van. Faszom van. Jó? Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Köszönöm szépen Lötyi Csabinak, Flemo Ádinak és Koxmikinek. És innen üdvözlük Dagad Benyót. Köszönöm szépen a figyelmet, peace.